Megnézni, mik történtek a világban, amit ez az újság ír a cikkeiben. De előbb... Számla. 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 Meg ilyen se volt szerencsém. Egy Seat Ibizás hűtőmágnes. Tegyük fel a hűtőre. Oh yeah! Na de jöjjenek a valódi hírek, amiért ugye itt vagyunk mindnyájan. Lássuk, miket ír az újság. Amerikai Egyesült Államok elnöke Edward Howard Finney-t megválasztották, bár homokos volt, de a melegfrontosok kiálltak az ő jogaért, és ugye, hogy a melegeket támogatni kell, tehát lényegében a melegfrontosok által ő lett az USA elnöke. Edward Howard Finney emberek! Na nézzük is tovább, hogy mik vannak még. Exotikus krokodil bőrcipő 1200 forintért kapható már a kínai üzletekben kínai árusoktól. Mi van még itt? Nézzük meg. A Walmart egyik tulajdonosa 12 féle állat húsát hozta be Indonéziából, így a Burger Kingekbe már bármilyen hús kerülhet, akár még ember is. Lássuk, mit ír még a cikk. Interjú a lámpaoszloppal. Mivel ő nem tud beszélni, így a végeredmény... No comment. Mi? Fekete sárkány a hírhet német youtuber feldobta a pacskert, és már nem videózik, mert ahogy ő fogalmaz, idézem, leszorom a nézőimet. Na álljunk csak meg egy szóra, álljunk meg egy kibaszott szóra. Nem szoktam leszarni a nézőimet. És ez igazolja az a tény is, hogy van egy elfuserált intro, még az archív felvételek idejéből. Nem különösebben, van néhány archív felvétel még a magyarországi kiruccanásomról is. Ezek meg már leszoktak a cumiról, ezek már nem cumiznak, de ezek mennek attól még 140 kilóra a főtengerin, meg ilyesmiken. Meg ilyen hülye kajákon. Szemes tengerin. A cumiról átmentek a szemes kukoricára. Hát, és ott meg már jönnek a kecskék. Itt meg jön egy büdös kecske. Várd meg az estét, jönnek a kecskék. Ne. Húzzad a farkát, potyognak az almák. Ott jön egy másik vadállat. Nem rosszak ezek a kecskék, he. Na meg nem tud átmenni. Nyissam ki neki a kaput? Kinyissam neki a kaput? Kecske, nem tud átjönni, kinyissam neki a kaput? Ne! Jó van, ne! Ó! Oh. Ne. Na gyere! Gyere, te barom! Melyik? Te az? Merje! Ne, Margit ne! Azt pedig elérte a 140 kilót. Csak már elérte a 140 kilót. Szopott is, meg cumizott is, ez is. Az annak mi köze hozzá? Mondjad, hogy ez is cumizott, de ez olyan, sokáig. Olyan feje van, mint Nils Horgerson. Olyan feje van, mint Nils Horgersonnak. Hírgerson. Jó sok macska, bazd. De hogy morognak, már hallod? Várj, mert ez lejön az a szörmó. Büdös ez a mosléke.
De a szekér nem rossz amúgy. Még milyen elegánsan, még a szekérbe vacsora esznek, bazd meg. A szekérbe vacsora? A fele már ott hagyta. Hintaus vacsora, macskáknak hintaus vacsora. Azt a fele már ott hagyta, látod? De figyelj, mondja neki, macskáknak hintaus vacsora. Hintaus vacsora. Hintaus vacsora. Na. Jé. Kis Margit. Ó, oh, bazd meg. Na. Bazd meg az anyád. Ide gyere már. Bekapta az ér. Meg maradt szoptatás, nem érted? Például veszed? Á. Szöveg is kény hozzá, hogy most pedig nézzék. Nézzék a fiatal malacot. Hogy neveljük 120 kilóra? Itt Szabolcs megyében. Hogy neveljük 120 kilóra? Cumisüvegen. Ez még mindig jobb, mint egy teütött cigit. Na, mindjárt meghúzza ezt is, hallod? Na, kap már be. Már nincsen benne. Mi van? Na. Na. Gyere, megszoktatlak. Lente. Lente, boldog dobba lyuk van. Lente, vett a kezed. Eléri ez. De kívülről, úgy jobb. Jó, így, megvan. Most... Nem jó, most végmezni, mert kívülről a kezedet. De eléri, papa. Hát de nem azért a fotóm miatt, hogy drogtan legyen, de vedd ki a kezedet. De látszódik ő is, a malac, a kezem. Nem jó, nem értek, hogy kívülről csinálna a kezemet. Na. Vedd ki a szájából, kint adva neki. Gyere. Itt van lent. Itt van lent. Így nem tudsz fotózni. Lehet fotózni? Lehet. Hát videózok. Eléri az. Malac szoptatás. Ó. Na, majd betekeri magát állandóan. Az előbb kötöttem ki. Ne! Ne, szép van én. A faszomnak tekered a magadat. Az megitt. De hogy komolyra fordítsuk a szót, nézzük is meg a dolgok valódi és sötétebb okát. Szeptember, október és november számomra kőkemény hónapok voltak, hogy őszinte legyek, mivel rengeteg családi problémába ütköztem bele, amit nem kívánok senkinek sem, és ezekben az időkben a videózás hiányzott számomra a legkevésbé. Ugyan ki tudna úgy videózni normálisan és mosolyogva, ha tudja, hogy valami nincs rendben. Így hát kicsit visszavonultam, hogy az igazat megvalljam, mert mindig a család az első, nem is beszélve arról a tényről, hogy írtó sok munkám volt, így lényegében nem tudtam a videókkal foglalkozni, és ez teljesen kizökkentett a felelősség alól, hogy már pedig videókat kell nektek csinálnom. Konkrét alkalmam arra a tényre, hogy elértem az 1000 feliratkozót, még nem volt, szóval most megteszem. Nagyon szépen köszönöm, mert a ti érdemetek az, hogy ebben a csatornában még ott van az a bizonyos potenciál, és ez az újabb mérföldkő több lehetőséget nyit meg számomra, például a jövőbeni livestreamekbe tudok készíteni jetmatricákat, amiket bármikor beírhattok, bár még nem jöttem rá, hogyan működik, de rajta vagyok az ügyön. Illetve gondolkoztam zöld hátteren is, amivel sokkal minőségibb videókat tudok nektek legyártani. Akik régen követik a csatornát, azoknak talán nem fog jól esni, hogy más csinálok és újabb dolgokat próbálok ki, mivel mindannyian a C1-6-ot követeitek tőlem folyton, de tudjátok, számomra ez a játék már tényleg halott. Oké, lehet, hogy néha-néha vissza fogok térni bele, de sajnos nincsenek már jó szerverek, ahol játszani lehetne, ez van, egyszer mindennek vége. Hosszas pályafutásom alatt már megtanultam, hogy úgyse tudok olyan videót készíteni, hogy mindenkinek tetszen, és ezért van az, hogy mindent csinálok, tehát mikor milyen fajta videót. És ha már a videóknál tartunk, felvázolom, mik várhatók a jövő évben, mert ebben az évben szerintem egyiket sem fogom tudni megvalósítani. Viszont a 2022-t kitűztük magunknak egy célnak, ugyanis 2022-es évet szerte szétbombázzuk a videókkal, mert ami késik, nem múlik.
Lesz egy C16-os rapper videoklip, amiben már van egy, de még egyet készítettem, mert első ütősre sikerült a szöveg, és mindenkinek szól, a veteránoknak és az új játékosoknak egyaránt. Jelenleg 3 szinkron paródia van terve, de a maga módján mindegyik lassan halad, szóval ezek is csak 2022-ben fognak érkezni. Gondolkoztam reakcióvideókon is, mert még sosem csináltam, és az OBS-nek hála, meg tudom valósítani, hogy remekül sikerülhessen az ilyenfajta videó is. És persze nem maradhat ki, hogy újra elkezdjek aktívan chat alternatívozni, hogy ott szívassak különböző emberkéket, tehát a nevetés garantált lesz. Ja, és januártól gőzerővel lesznek vlogvideók is, hogy frissüljön az állapotom, tehát így mindig tudni fogjátok, mi van velem, természetesen akit érdekel, hogy éppen miféléken agyalok. Illetve akik még emlékeznek a régi Volume Show műsoromra, abból is lesz még egy film, amit kiagyaltam nektek. A repelgetés sem fog elmaradni, és ha már a repről van szó, akkor lesz nekünk még egy darab Majka paródiánk, de ez nem maximálisan biztos, mivel azt a projektet még át kell néznem jobban, hogy valóban akarjuk-e vagy sem. Per pillanat ilyesmi videókra számítsatok majd, mert ezek lesznek a terben, nem is beszélve a live-okról. Ez a december nem fog másról szólni, csak is a live-ozásról, tehát decemberben gyakran lesz live az alábbi játékokból, mert megérdemlitek, több időm lesz, jobb is a kedvem, szóval decemberi hónapban csak ez fog pörögni, a streamelgetés. Hát ennyi lenne a kis beszédem, és ez a videó. Hatalmas respekt annak, aki végighallgatott és végignézte. Ha tetszett a tartalom, akkor like, comment, feliratkozás. Ebben a novemberben nem biztos, de megpróbálok nektek néha valami fárasztó, agyfasz videót összedobni, nehogy még a végén unatkozzatok, és akkor decemberben elő a popcornt meg a kólát, mert nálam most csak a streamek várhatóak, a jövő évben pedig visszatérve gőzerővel és diadalittosan fogok nektek videózni, amíg csak lehet. Még egyszer köszönöm, hogy megnéztétek, jó érzés volt újra hozzátok beszélni, mindenki vigyázzon magára, és sziasztok!